Több orosz támadás is érte Harkivot, heten meghaltak, közben Moszkva szerint újabb területeket foglaltak el. Elnökválasztást tartanak Szlovákiában, szoros a verseny a két állva maradt jelölt között, este 10 óráig lehet szavazni. Életet mentettek a magyar katonák Bosznia-Hercegovinában, két eltűnt turistát találtak meg egy hegycsúcson. És óriási sikert aratott Marosvásárhelyen is a Most vagy Soha, csak Erdélyben eddig 20 ezernél is többen nézték már meg a Petőfi filmet. Ez a Híradó fél nyolctól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Több orosz támadás is érte ma a kelet-ukrajnai Harkiv városát. Hajnalban drónok csapódtak be, emiatt ukrán jelentések szerint heten meghaltak és 11-en megsérültek. Napközben újabb bomba találat érte a várost, akkor egy ember halt meg. Közben Moszkva azt állítja, hogy csapataik elfoglalták az Avgyijivka melletti Vodiane falut, és a közeli Csaszivjár külvárosa is orosz kézen van már. Hatalmas lyuk tátong az aszfaltban Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban. Egy épülő bevásárlóközpont közelében nem sokkal éjfél után csapódott be az első orosz drón. A második egy belvárosi benzinkútnál robbant fel, itt több parkoló kamion és személyautó is megrongálódott. A város polgármestere szombat reggel mindkét helyszínt meglátogatta. A töltőállomásnál történt detonációtól a környező panelházak is megrongálódtak. 9 lakóépületben 3600 törött ablakot igyekeznek most beteszkázni, mondta Ihor Terehov. Több lakó megrémült a robbanástól. Már aludtam, de a robbanás felébresztett. A töltőállomás lángokban állt, azt kiabálták kifelé. Ott álltam dermedten és csak bámultam. Később mentem ki az épületből, mondta szomorúan egy nő. Napközben az orosz erők újabb támadást intéztek Harkiv ellen. Az emberek a menhelyekre menekültek. Egy lakos életét vesztette, egy másik pedig megsebesült. A város polgármestere úgy értesült, az orosz erők irányított légibombával támadták a várost. Az Ukrajna északkeleti részén fekvő Harkivot az utóbbi hetekben többször érte orosz támadás. A szerdai csapásban 4 ember halt meg. Az ukrán elnök kabinetfőnöke egy interjúban elmondta, hogy Harkiv lehet a legvalószínűbb célpontja egy esetleges májusi vagy júniusi újabb orosz offenzívának. A régió kormányzója pedig egy a városhoz közeli falu elleni rakétatámadásról is beszámolt. Az incidensnek ott nem voltak áldozatai. Szombat hajnalban Kijevben is megszólaltak a szirénák, a becsapódások azonban elmaradtak. Az ukrán hadsereg közölte, hogy légvédelme 32 drónból 28-at, 6 rakétából pedig 3-at megsemmisített. A légiriadó még órákig érvényben maradt. Moszkva az utóbbi időben fokozta a nehezebben megsemmisíthető ballisztikus rakéták használatát. Zaporizsját pénteken bombázták az orosz erők. Több ember, köztük újságírók is megsebesültek. A kormányzó közölte, hogy az 5 rakéta 3 ember halálát okozta, valamint több lakóépületet és ipari létesítményt megrongált. A haláleseteket az okozta, hogy az első becsapódás helyszínét 40 perccel később újabb rakéta találat érte, amikor a mentők és a rendőrök már a helyszínen tartózkodtak. Közben az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a már orosz kézen lévő Avgyijivka melletti Vodiane települést az ukrajnai Kelet-Donyecki régióban, közölte az orosz védelmi minisztérium. A RIA orosz állami hírügynökség pedig arról számolt be, hogy az orosz csapatok behatoltak a Bakhmut közelében fekvő Csaszivjár külvárosába. Az ukrán hadsereg elismerte, hogy a harci helyzet feszült a térségben, de tagadta, hogy orosz előrenyomulás történt volna a városban. Az európaiaknak nem lenne szabad hagyniuk, hogy a nyugat-európai vezetők kijelentéseikkel veszélyeztessék a kontinens biztonságát, sőt az emberek életét. Erről beszélt az M1-en az Alapjogokért Központ elemzője. Koskovics Zoltán szerint az európai polgárok most piros lapot mutathatnak a liberális gőg által táplált háborús pszichózisnak.
Sorra érkeztek a diplomaták a héten Brüsszelbe, ahol jubileumi ülést tartottak a NATO tagországok külügyminiszterei. Csütörtökön volt ugyanis 75 éve, hogy megalakult Washingtonban az Észak-Atlanti Szövetség. A csúcstalálkozó középpontjában most is az ukrajnai háború állt. A legtöbben kiálltak Kijev támogatása mellett. A fő kihívás, hogy szilárdak, elkötelezettek és hatékonyak maradjunk Ukrajna támogatásában. Ez a fegyverszállítás és a hosszú távú stratégiai partnerséggel is összefügg, jelentette ki a norvég külügyminiszter. Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, fokozni kell Ukrajna támogatását, mert másként nem lehet megállítani Oroszországot. A NATO főtitkár pedig azt javasolta, hogy egy 5 évre szóló 100 milliárd eurós alapot hozzanak létre Kijevnek, de Jens Stoltenberg Ukrajna NATO csatlakozását is sürgette, ami szakértők szerint a háború kiterjedésével járhatna. Elemzők szerint a NATO csúcs is jól mutatja, hogy a nyugati vezetők nemhogy nem sürgetik a béketárgyalásokat, hanem továbbra is olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyek még inkább elnyújthatják a háborút. A lavinát Emmanuel Macron francia elnök szavai indította el februárban. Arról beszélt, hogy nem szabad kizárni a nyugati csapatok Ukrajnába küldését. Később azt is hozzátette, semmilyen eszköztől sem szabad visszariadni Oroszországgal szemben. Bátran ki kell mondanunk, készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön. Jelentette ki akkor a francia elnök, akinek a terveit többen is támogatják, így a lengyel külügyminiszter és a balti államok politikusai is. Európa számára én azt gondolom, hogy egy tragikus végkifejletet is jelenthetne. A NATO-n és az Európai Unión belül kialakult egy olyan tömb, amelyik úgy gondolja, hogy az Oroszországgal szembeni katonai beavatkozás megoldhatja az ukrajnai háborút. Erről az M1-en beszélt az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Horváth József azt mondta, Franciaország, Németország, Lengyelország és a balti országok annak ellenére helyezkedtek erre az álláspontra, hogy haderejük alkalmatlan erre a feladatra. Hát borzasztóan veszélyes dolog, és annak függvényében még inkább veszélyes dolog, ha megnézzük azt, hogy itt akár a francia vagy a német hadsereg milyen állapotban van. Mert egy dolog, hogy mit mondanak a politikusok, de más oldalról, amikor megnyilatkozik a francia vezérkari főnök, a német vezérkari főnök, és azt mondja, hogy Németország esetében például 5-8 év kell ahhoz, hogy a német hadsereget újra olyan állapotba hozzák, hogy képes legyen megvédeni az országát, akkor én úgy gondolom, hogy ezek nagyon árulkodó információk. Emmanuel Macronon látszik, hogy elvakította az indulat. Erről pedig már az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője beszélt. Koskovics Zoltán úgy fogalmazott, az európaiaknak nem lenne szabad hagyniuk, hogy a kontinens biztonságát és az emberek életét veszélyeztessék. Most az európai polgárok azok tehetnek annak érdekében, hogy piros lapot mutassanak ennek a liberális gőgnek és a gőg által táplált háborús pszichózisnak az, hogyha küldenek egy nagyon egyértelmű jelzést az európai parlamenti választások alkalmával. Nagy a baj, nagy a veszély. A háborúpártiak napról napra közelebb nyomnak, préselnek bennünket a harmadik világháborúhoz. Erről még pénteken beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás hangsúlyozta, a háború kiterjedésének kockázata óriási, ezért azonnali tűzszünetre és tárgyalásra van szükség. Elnököt választanak ma Szlovákiában, csak nem 6000 szavazókörben lehet voksolni az államfőválasztás második fordulójában. Két jelölt maradt versenyben a korábbi külügyminiszter, Iván Korcsok, valamint a volt miniszterelnök, jelenlegi házelnök Peter Pellegrini, akit Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke és korábbi államfőjelöltje is támogat. Elemzők szerint Korcsok a globalista, míg Pellegrini a magyar kormányéhoz hasonló szuverenista álláspontot képviseli. Az előrejelzések szerint szoros verseny várható a két jelölt között, a szavazó helyiség este 10 órakor zárnak. Már korán reggel sorban álltak a szavazók a Párkányi Zeneiskolában kialakított választókörzetnél. Szlovákiában szombaton 7 órakor nyitottak meg a szavazóhelyiségek országszerte. A választók a köztársasági elnök személyéről döntenek. A március 23-ai első fordulóban ugyanis az akkor induló 9 jelölt közül senki sem szerezte meg a szavazatok több mint felét. Csak a Pellegrini.
csak is az, úgyhogy nekem az a legfontosabb, úgyhogy én ezt, mert nekem nagyon tetszik az, hogy a magyarokkal együtt vannak, úgyhogy engem ez fogott meg. Ez már Komárom. Itt arra számítanak, hogy magasabb lesz a részvételi arány, mint az első fordulóban. A szavazók napközben azt mondták, fontos számukra az ország jövője. Ezért lehetőség, hogy hozzászóljak bizonyos dolgokhoz, amik hát mindnyájunkat érintenek, mert hogy közösek. Szombaton már csak két név szerepel a szavazólapokon. A második fordulóba a szlovák parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang elnöke Peter Pellegrini volt miniszterelnök, és Iván Korcsok korábbi külügyminiszter jutott tovább. Ez a választás egy fontos választás, amikor eldől a jövő a Szlovákiának. A közvéleménykutatások a két politikus küzdelmében az elmúlt két hétben fej-fej melletti támogatottságot mértek. A korábbi államfőhöz, Zuzana Csaputovához köthető ellenzéki progresszív Szlovákia Iván Korcsok mögé állt be. A volt külügyminiszter fél tíz után néhány perccel adta le a szavazatát Szencen. A voksolás után azt üzente a választóknak, hogy éljenek szavazati jogukkal. Ez az a pillanat, amikor a döntés az emberek kezében van, mondta Iván Korcsok. Peter Pellegrini is délelőtt csüllén szavazott, majd azt mondta, a választások eredménye Szlovákia polgárainak a kezében van. Az embereknek élniük kell a szavazati jogukkal. Fontosnak tartom, hogy szavazzanak, hogy ne mások döntsék el, hogyan fog kinézni a következő 5 év Szlovákiában, fogalmazott a volt kormányfő. A szlovák kormánykoalíció legerősebb pártja a Smer és a Család vagyunk nevű szlovák konzervatív párt Peter Pellegrini támogatja. Az első forduló után Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke is a volt miniszterelnök támogatását kérte. Peter Pellegrini az M1-nek adott exkluzív interjújában nemrég úgy fogalmazott, a magyar közösségről őszintén kell gondoskodni, a magyar és a szlovák kormány közötti kiváló kapcsolat pedig jó alap lehet a nemzetek békés együttéléséhez. Hozzátette, államfőként a magyar kormányéhoz hasonló külpolitikát folytatna. Ugyanígy képzelem el a mi külpolitikánkat is, ahol a szlovák miniszterelnök azt mondja, mi nemzetközi szervezetek részei vagyunk, de szuverénen fogunk viselkedni, és nem leszünk rabszolgák. Nem leszünk olyanok, akik várják azt, hogy Brüsszelből milyen utasítást kapunk. Ez nem nacionalizmus, ez a saját nemzeti érdekeink képviselete és védelme, fogalmazott Peter Pellegrini. Két egymással szemben álló politikai tömbcsap össze, hogy a Szlovákiában közvetlenül választják az államfőt, ettől függetlenül ez egy pártpolitika által meghatározott csatározás. A szlovák elnök választás egyik legfontosabb tétje a politikai stabilitás kialakítása. Erről már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője beszélt az M1-en. Tárnok Balázs kiemelte, Iván Korcsok a kormánnyal szemben álló politikát folytat, míg Peter Pellegrini személye ezt a stabilitást jelenteni. Legyen végre nyugalom, legyen végre harmónia a kormányfő és az államfő között, a politikai káosz időszaka szűnjön meg, amikor a közjogi méltóságok veszekednek egymással, és inkább dolgozzanak Szlovákia jólétén. Szlovákia történetének 6. közvetlen államfőválasztásán összesen mintegy 4,3 millióan adhatják le voksukat. A szavazókörök este 10 órakor zárnak, eredmények vasárnap várhatók. És kapcsolunk Pozsonyba, az egyik szavazóhelyiségnél van tudósítónk Bartal Tímea. Szervusz Tímea, hogyan zajlik a szavazás, és mit lehet mondani a részvételről, becslések szerint mennyien voksolhattak, mekkora az érdeklődés? Jó estét kívánok, pontosabban az elnöki palota előtt vagyunk jelen pillanatban. Nyugalomban zajlik a szlovák elnök választás, azt tudom mondani, nagyobb fennakadás nélkül, néhány kisebb incidens történt csak. Reggel 7 órakor azonban két szavazó helyiségben sem nyitottak ki, éppen ezért a választási bizottság meghosszabbította a választási moratóriumot. Ez azt jelenti, hogy 22 óra helyett 22 óra 5 percig fenntartják a kampánycsendet, ezután lehet csak exit poll eredményeket is közölni. És az kampánycsend tulajdonképpen a részvételre is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz megjósolni azt, hogy éppen hol tart a részvétel, és hogy mennyire népszerű az államfőválasztás második fordulója a lakosság körében.
ellentétesnek is mondható információk is megjelennek a sajtóban. Sok helyről jelentették, hogy többen vannak, mint az első korban, aztán kiderül délutára, hogy még sincsenek olyan sokan. Amit tudunk, az az, hogy például a komáromi járásban vagy az érsekújvári járásban talán délutánig valamivel többen voltak, mint az első fordulóban, de kevesebb embert jelentettek például a magyarok lakta Rimaszombatból, Nagymegyerről, a Csallóközből, vagy akár a Mátyusföldről is, úgyhogy egyelőre a részvétellel kapcsolatban is meg kell várni a 22 óra 5 percet, és akkor megtudjuk, hogy mennyire volt népszerű az államfőválasztás második fordulója az emberek körében. Barta Tímának köszönjük szépen! Jelentős fejlődésnek indulhatnak a gazdasági kapcsolatok Magyarország és a boszniai szerb köztársaság között. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Bánya Lukában egy üzleti fórumon arra ösztönözte a magyar és a szerb vállalkozásokat, hogy keressék a közös fejlesztéseket, a közös munkát, akár vegyes vállalati formában is. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon felhalmozott tőke már külföldön keres befektetési lehetőséget. A miniszterelnököt vízipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari, építőipari és energetikai cégek vezetői kísérték. Napelemek minden mennyiségben, egyre több ilyen parkot látni országszerte. Könnyen elképzelhető, hogy hamarosan a boszniai szerb köztársaságban is hasonló zöld erőművek lesznek, amelyek magyar beruházásként jönnek majd létre. Orbán Viktor pénteken Bánya Lukában egy üzleti fórumon arról beszélt, hogy a Magyarországon felhalmozott tőke már külföldön, így például Boszniában is keres befektetési lehetőségeket. Itt stabil és kiszámítható gazdasági környezet lesz. Sőt, tulajdonképpen van is. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai gazdaság dinamikája jelenleg a Balkánon van. Ezért is fontos, hogy Magyarországon már van mintegy 1500 olyan erős középvállalkozás, amelyek készek és képesek a határokon túl is beruházni, fejleszteni. Orbán Viktor külön hangsúlyozta, hogy a magyar cégek csak azokra a területekre mennek dolgozni, amelyeket a szerbek kijelölnek számukra. Szívesen alapítunk vegyes vállalatokat, én is azt szeretem otthon, hogyha külföldiek jönnek, akkor lehetőleg keressenek partnereket Magyarországon, és együtt próbálják csinálni dolgokat, mert az eredmény is, a profit is akkor tisztességes módon oszlik meg. Úgyhogy biztatom a magyarokat, hogy találjanak vegyes vállalati partnereket itt Bánya Lukában. Az üzleti fórumra 24 hazai vállalat képviselői kísérték el a miniszterelnököt, olyan cégek, amelyek a saját területükön mind a világ élvonalába tartozó technológiákkal rendelkeznek, és sok helyen bizonyították már, hogy komoly referenciáik és tapasztalataik vannak. A vállalkozások között olyan vízipari vállalatok is megtalálhatók, amelyek a Távol-Kelettől kezdve Közép-Ázsián át Afrikáig már számos kulcsfontosságú beruházást hajtottak végre. A cégek között mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok is vannak, amelyek a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásainak megfelelően dolgoznak. Fém- és faipari cégek vezetői is elmentek Bánya Lukába, mint ahogy több építőipari vállalat képviselője is. Utóbbiak várhatóan a boszniai közlekedési infrastruktúra fejlesztésében vehetnek majd részt, és a gazdasági delegációt erősítették az energetikai társaságok is. A gazdasági elemző szerint a két ország vállalatainak együttműködéséből mindenki sokat profitálhat. A boszniai szerbeknek az együttműködés azért lesz jó, mert ez erősíti a gazdaságukat, ez munkahelyeket teremt ott is, növeli a jólétet, szebbíti a környezetet, tehát sok szempontból megéri számukra. Nekünk meg nyilvánvalóan azért jó ez, mert a magyar gazdaságot támogatja, segíti. A magyar vállalatok immár felnőtt korba léptek, Magyarország nem csak befektetési célpontként érdekes, hanem mi is fektetünk be más országokba. A Portfólió gazdasági portál szerint már meg is van az első együttműködés. A magyar kormány ugyanis 140 millió euró, azaz csaknem 55 milliárd forint értékben támogat infrastruktúrális és energetikai beruházásokat a boszniai szerb köztársaságban, beleértve hulladékgazdálkodási programokat és megújuló energiaforrásokra épülő parkokat, amelyek megvalósításában a Veolia, az MVM és az Alteo vállalatok vesznek részt. A Fidesz szerint a brüsszeli bürokraták turbófokozatba kapcsoltak Magyarország ellen. Dajcs Tamás EP képviselő azt mondta, az európai parlamenti választás előtti utolsó jövő heti plenáris ülésen a ki tudja hányadik magyar vitát rendezik majd, és megpróbálják áterőltetni a migrációs paktumot is. Hozzátette, a paktumot elutasítjuk, és nem fogjuk hagyni, hogy belepréseljenek minket a háborúba. Azért támadják Magyarországot, mert nemet mondunk az illegális migrációra, a genderőrületre,
és mert továbbra is elutasítjuk Brüsszel háborúpárti álláspontját, a békepártján állunk, úgy gondoljuk, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Továbbra is nagy a migrációs nyomás Szerbián, amelyen keresztül most is rengeteg illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unióba. A balkáni útvonal egyik fontos állomása Belgrád, ahol gyülekeznek a migránsok és eligazítást kapnak az embercsempészektől, akiknek több ezer eurót fizetnek. Rétvári Bence államtitkár a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel további eurómilliókkal támogatná a migránsokat, ráadásul olyan pénzekkel, amiket az európai emberektől, az európai fejlesztésektől vennének el. Szinte csak telefonáló vagy telefonját nyomkodó migránst lehet látni a szerb fővárosban. Nem véletlenül, az embercsempészek ilyenkor adják nekik az utasításokat. A helyiek szerint Belgrádban már sosem fordul elő, hogy ne lennének migránsok az utcákon és a tereken. Itt ők dominálnak, nem szívesen járnék az itteni egyetemre, félteném a biztonságomat és az értékeimet is miattuk, mondta egy belgrádi lány. Az illegális bevándorlókat az sem zavarja, hogy a környéken állandó a rendőri jelenlét. Sokan vásárolnak, többnyire új mobiltelefonokat. Az M1 stábjának többször úgy nyilatkoztak, minden esetben az embercsempészekkel egyeztetnek, akiknek akár 6-7 ezer eurót is kifizetnek az illegális határátlépési kísérletért. Azt is mondták, Szerbia csak egy állomás, ahonnan tovább indulnak. Igaz, egyre többen vannak azok is, akik maradnának. Szerbia egy csodálatos ország. Én Bangladesből jöttem ide. Itt nagyon szép a természet, és az emberek is kedvesek. Lehet itt is maradok, fogalmazott ez a migráns. A legtöbben jelenleg azt tervezik, hogy Bosznia-Hercegovina felé indulnak tovább, onnan pedig az Európai Unió határai felé folytatják az utat. Át is csoportosítanák a különböző kohéziós és belügyi alapok pénzének egy jó részét a migráció céljaira, hogy ezzel segítsenek az illegális migránsoknak az Európába érkezésre. Brüsszel az európai emberek pénzéből támogatna az illegális migránsok betelepítését. Erről a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence azt mondta, az Európai Bizottság azokból az EU-s forrásokból folytatna televíziós kampányokat, építetne migránsgettókat, vagy nyújtana segítséget a migránsoknak az unióba jutáshoz, amelyek az uniós tagországok fejlődését szolgálnák. Az, ami eddig mehetett volna mondjuk kórházfejlesztésre, szociális otthonfejlesztésre, vállalkozás támogatásra, autópályaépítésre, azoknak a pénzeknek egy részét onnan kiveszik, ebbe a migránsokat segítő alapba berakják, és az európai rászorulók, az európai betegek, az európai gyerekek, az európai infrastruktúra helyett ezt az illegális migránsok európai megjelenésének támogatására, szponzorolására fordítanák. Tehát pont a rászorulóktól vennének el az unióban, és azt adnák oda az illegális migránsoknak. Az államtitkár azt is hozzátette, a brüsszeli tervezet szerint Magyarországon kellene az illegális migránsok kérelmeinek csaknem 30%-át elbírálni, ami azt jelenteni, hogy migránsgettók jönnének létre a magyar határnál. A kormány azonban ezt elutasítja. Szent Király Alexandra szerint Budapest ma Gyurcsány Ferenc fogságában van. Ő csinált főpolgármestert Karácsony Gergelyből, akit azóta bábként rángat. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje azt mondta, változás kell Budapesten, a fővárost ki kell szabadítani Gyurcsány Ferenc hálójából. Fordítsuk fel Gyurcsány Ferenc lapjait, és vegyük sorra egytől egyik, hogy kik ülnek a Városháza kényelmes, kifizető helyein. Az első emberünk Márta Imre, aki 2006-ban Gyurcsány alatt az MVM vezérigazgatója lett. Ez idő alatt úgy lett veszteséges az MVM, hogy közben külföldi áramszolgáltatók rengeteg pénzt kerestek. Amint Karácsony Gergely beült a főpolgármesteri székbe, jó bábként azonnal ki is nevezte Mártát a budapesti közművek vezérigazgatójának. És el is kezdte kitömni milliós bónuszokkal, és szemmel láthatóan Márta nagyon szereti a luxust. Az LMP felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hozza nyilvánosságra a 3-as metró tenderével kapcsolatos dokumentumokat. Ungár Péter azt mondta, a főpolgármester nem teljesítette a 3-as vonal metró kocsijainak légkondicionálására tett ígéreteit. Részben a budapestiek életminőségét jelentősen sérti az, hogy nem klimatizált a 3-as metró, részben pedig a budapestiek pénztárcáját sérti az, hogy nagyon drágán és rossz minőségben cseréltek metrókocsikat. Karácsony Gergely úgy akarja beállítani magát, mint az egyetlen valódi ellenzéki jelölt, aki önmagában, valamilyen alagútban, partizán módon küzd a rendszer ellen.
A Jobbik szerint számos kérdést vett fel a magyar és a kínai rendőrök közös járőrözése. Gyöngyösi Márton azt mondta, az adatvédelmi hatósághoz fordulnak, mert Kínában máshogy értelmezik az adatvédelmi szabályokat, mint Európában. Ha és amennyiben kínai rendőrök bűnüldözéssel kapcsolatos tevékenységeket látnak el Magyarországon, akkor mennyire fogják tiszteletben tartani azokat a szabályokat, amelyeket a magyar rendőrség magára nézve kötelező érvénnyel lát el. A Mi Hazánk véget vetne a mostani gazdaságpolitikának, ami szerintük a globális nagyvállalatoknak kedvez, úgy vélik, helyette magyar központú gazdaságra lenne szükség. Torockai László Kecskeméten azt mondta, a Virradat elnevezésű programjuknak ez a célja. Mi a magyar adottságokra, a magyar kis és közepes vállalkozókra, a gazdákra, azokra az adottságokra és a magyar emberekre szeretnénk építeni Magyarország nemzetgazdaságát, aminek köszönhetően Magyarország meg tud maradni. Életet mentettek a magyar katonák Bosznia-Hercegovinában. Hajnalban a biztonsági minisztérium két eltűnt turista megtalálásában kérte az EUFOR segítségét. A nemzetközi misszió egyik helikoptere magyar pilótákkal, valamint holland és olasz katonákkal indult a keresésükre, és egy hegycsúcson meg is találták a turistákat, akiket kimentettek, majd magyar szakemberek folytatták a sérültek ellátását. Az EUFOR-t jelenleg magyar parancsnok vezeti. Megfeszített munka a földön és a levegőben. Naphosszat állnak készenlétben, gyakorlatoznak vagy vesznek részt bevetésen az EUFOR békefenntartó katonái Bosznia-Hercegovinában. A missziónak 400 magyar katona is tagja, ők egyebek mellett a helikopteres alegységben légi kutatómentőként dolgoznak és a tűzszerés csoportban tevékenykednek. Olyan szintre fejlesztették tudásukat, hogy mostanra bármilyen körülmények között meg tudnak közelíteni egy-egy helyszínt és képesek stabilizálni a súlyos sérültek állapotát. Ez történt szombat hajnalban is, amikor két embert mentettek meg a magyar katonák részvételével. A balkáni misszió a Bosznia-Hercegovinai Biztonsági Minisztériumtól kapott egy segélyhívást, ami szerint két német turista eltévedt a hegyekben. A csapat azonnal a keresésükre indult egy helikopterrel, fél óra múlva meg is találták az eltűnteket, akiket azonnal elláttak. A kimenekített turistákat gyakorlatilag helikopterrel ide a katonai táborunkba szállítottuk, akik a kihűlés határán voltak. Elsődleges ellátásban részesültek az orvosaink által már kint a helyszínen, illetve a helikopteren, majd a táborba történő beszállítást követően a tábori kórházunkban folytattuk az orvosi szakellátásukat. A mentésben a magyarok mellett holland és olasz katonák is segítkeztek. Magában a végrehajtási folyamatban is egy több nemzeti együttműködés valósult meg. Közösségi oldalán gratulált és köszönte meg a magyar katonák munkáját a honvédelmi miniszter Szalai Bobrotnicki Kristóf, aki a posztban név szerint felsorolta a mentésben és ellátásban részt vett magyar szakembereket és katonaorvosokat. A kép mellé azt írta, büszkék vagyunk helytállásukra. A honvédelmi minisztérium közleményben is írt a mentésről. Úgy fogalmaztak, a mentőakció sikerét az EUFOR speciális képességei, köztük a holland és olasz éjszakai felderítés, a magyar hajózó és egészségügyi csoport, valamint az egészségügyi központ magyar személyzetének összehangolt és professzionális szolgálata adta. Egészségügyi szűrővizsgálatokkal, előadásokkal és mozgásjavító tornával vártam az érdeklődőket Székesfehérváron a Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári központja. A vizsgálatok közben a páciensek életmódtanácsokat is kaphattak, amik segíthetnek megelőzni a szív- és érrendszeri, illetve a mozgásszervi panaszokat. Zöldség és gyümölcstálakkal, valamint teljes kiörlésű, adalékanyagoktól mentes kenyerekkel várták az érdeklődőket a Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári egészségnapján. Őrzök a fejemmel kézzel. Az egészséges táplálkozás mellett a mozgás fontosságára is felhívták a figyelmet. A bátrabbak mindjárt meg is tanulhattak néhány nyújtó-lazító fogást. A családi napon egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várták a pácienseket. Az egészségem érdekében szeretném tudni, hogy milyen állapotban vagyok, illetve hogyha esetleg kiderül valamilyen problémám, akkor további vizsgálatokra fogok elmenni. Az egyik legnépszerűbb vizsgálat a csontsűrűségmérés volt. A vizsgálat közben a páciensek életmódtanácsokat is kaphattak, amik segíthetnek megelőzni a mozgásszervi rendellenességeket. Tehát a csontállományt rendszeres testmozgással, kalcium, D-vitamin és magnézium bevitellel lehetne szinten tartani, vagy esetleg egy picit újra építeni.
Az egészségnapon az érdeklődők ellenőrizhették a vércukor és koleszterin szintjüket, de testösszetételmérésen is részt vehettek. Ezen kívül bőrgyógyász és kardiológus szakorvos is várta a szülőket. A megelőzés szempontjából ez nyilván egy fontos dolog, hogy azokat az embereket még most tudjuk esetleg, ha nem is gyógyítani, de olyan életmódi változtatásokra rábírni, amikkel később esetleg a betegségek megelőzhetőek. Az egész napos programon több mint 150-en vettek részt. A Matthias Corvinus kollégiumnak nagyon fontos, hogy az itt tanuló diákok és a szülők egy közösséget alkossanak, és ezért szerveztük ezt a mai családi napot. Itt ezen a családi napon foglalkozunk a gyerekek és a szülők egészségével, előadásokat tartottunk, mentálhigiénés szakemberektől lehetett kérdezni, és az Egészségfejlesztési Intézet munkatársaival szűrőprogramokat szerveztünk. Az MCC Székesfehérvári központjának tehetséggondozó programjában több száz általános és középiskolás diák vesz részt. A családi nap végső soron az ő fejlődésüket szolgálta. Csökkenteni kell az északi és déli térségek közötti fejlettségi különbséget, ezt mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Dombóváron, a település város avatásának 54. évfordulóján tartott ünnepségen. Hozzátette, a kormány éppen ezért dolgozta ki a Dél-Dunántúl komplex fejlesztési programot. A célja, hogy az országban egyre nyilvánvalóban jelenlévő észak-déli fejlettségi különbséget csökkentsük, azoknak a déli régióknak, déli térségeknek segítséget nyújtsunk, amelyek önhibájukon kívül az elmúlt 30 évben a fejlődés szélére sodródtak. Hiszen nem az itt élők szorgalma, nem az itt élők tudása, hanem az országos politikai döntéshozók hanyagsága, oda nem figyelése eredményezte azt, hogy ez a térség egy kicsit az évezred fordulóján, mintha elfeledett térségé vált volna. A magyar-török kulturális évad részeként tartottak ma Tulipán Fesztivált Sirokon. Meg lehetett kóstolni például az igazi török kávékat, amelyet korabeli ruházatban és eszközökkel készítettek a hagyományőrzők a várban, de meg lehetett ismerkedni az arab írás alapjaival is. Segítség egy kicsit? Ezen a területen lesz. Az egyik állomáson a pasa zsákjában keresik a kincseket a gyerekek, a másik helyen kézműves foglalkozásokon vehettek részt a látogatók Sirokon. Ennél a Jenics elsüvegnél az a fontos majd, hogy a végén, hogyha már befejezted a varrást, lehajtjuk itt, hozzám várjuk, és kész is. Az úgynevezett keleti oskolában pedig náttollal, tintával lehetett kipróbálni a betűvetést. Igazából egy ótörök írásmód, az arabra épülő, bizonyos hangok hiányoznak belőle, úgyhogy ki kellett egészíteni néhány különleges írásjellel. És a háromszor forralt török kávét is meg lehetett kóstolni a siroki Tulipán Fesztiválon. Persze csak akkor, ha sikerült tüzet gyújtani hozzá. Eddig a tűzgyújtásnál foglalatoskodtunk, nagyon igaz, Rózsa? Segítettünk a bácsinak tüzet gyújtani, és megnéztük a várat. Jelenleg csak belülről, aztán majd még kívülről is jobban körbejárjuk. A fesztivál része a török-magyar kulturális évadnak, amelynek programjait számtalan helyszínen rendezik meg. A Heves vármegyei községben hagyományőrzők közreműködésével mutatták be a török kultúra érdekességeit. Négy állomással készülünk minden helyszínre. Ide most Sirok várába kihoztuk mi van a fincsában, vagy a kávéfőzésnek az állomását, kihoztuk a janicsárfüvek készítést, az arab oskolát, vagy keleti oskolának is szoktuk nevezni, hogy az arab írásnak a rejtelmeibe avatjuk be az érdeklődőket, illetve a kisgyerekek szokták nagyon-nagyon élvezni a pasa kincses zsákját. A magyar-török kulturális évad egy éven át tart a két országban párhuzamosan. Ez idő alatt itthon megismerhetjük a török kultúrát, Törökországban pedig a magyar kultúra mutatkozik be. Ebben az évben ünnepli a két ország a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Magyarország 100 eseménnyel készül Törökországban, és ugyanennyit szervez Törökország hazánkban. Tudományos, egyetemi együttműködést kötnek, konferenciákat, kulturális programokat és kiállításokat szerveznek. Idén a legnagyobb török fesztiválok díszvendégeként mutatkozik be Magyarország, és az évadban megemlékeznek a magyar nemzeti ünnepekről is Törökországban.
megkezdődött az idei Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Zavadján Magdolna államtitkára megnyitón azt mondta, nálunk otthon van a 21. század színháza, amelyre bizonyosságot jelent, hogy a nemzetközi színházi élet szereplői évről évre eljönnek Magyarországra. Hozzátette, a rendezvény a kölcsönös és mindenek felett álló tiszteleten alapul, mert csak így érdemes egyetemes kultúráról beszélni. Ez a találkozó évről évre példát mutat a világnak, nyitottságáról, érdeklődésről, megbecsülésről, mind a szakma, mind a közösség szintjén. Az idei MITEM igazi különlegességet tartogat számunkra. Világpremiért, egyetemi hallgatók bemutatkozását, fotókiállítást, az ókori görög színház többféle újraértelmezését és a fénykereső bolgár nyitó előadást is. Óriási sikert aratott Marosvásárhelyen a Most vagy Soha című magyar kalandfilm péntek este. A nézők a vetítés után találkozhattak is az alkotókkal, akik több kulisszatitkot is elárultak. Csak Erdélyben eddig 20 000-nél is többen nézték már meg a filmet. Rengetegen voltak péntek este a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Most vagy Soha című filmvetítésén. A Petőfi Sándor életéről szóló történelmi kalandfilm az 1848-as eseményeket mutatja be, 24 óra történéseit a forradalom előestéjétől március 15-e éjszakájáig. A nézők megismerhetik, hogy milyen lehetett ezt a forradalmi napot Petőfi és barátai szemszögéből átélni, egy közös ügyért harcolva. A vetítés után többen azt mondták, ideje volt a magyar történelem meghatározó napjáról, Petőfiről és a márciusi ifjakról filmet forgatni. Nagyon megfogott minket az is, hogy így akciódús volt, és teljesen így egy másik szintre emelte a történéseket. Egy fényképet készítettünk. A nézők a film alkotóival is találkozhattak. Horváth Lajos Ottó színművész azt mondta, a kitalált negatív szereplő megformálójaként neki volt a legkönnyebb dolga. Mindenkinek van egy elképzelése, hogy milyen volt Petőfi, milyen volt Szendrai Júlia. Mindenki tudja, hogy milyen volt, mindenkinek van egy képe ezekről az emberekről. Ezt sokkal nehezebb elfogadtatni a nézővel talán, mert már valamilyen akár pozitív előjelű előítélete is van. Ezzel a karakterrel szemben nem áll fenn ilyen. A készítők a közönség találkozón kulisszatitkokat is elárultak. A forgatáson 6000 jelmezt használtak, és 1400 főstáb dolgozott a produkción. Ez legalább volt annyira logisztikai, mint amennyire művészi feladás. Az alkotók azt mondták, megható olyan határon túli közönséggel találkozni, ahol él a Petőfi kultusz. Egészen mély szeretettel és lélekből nézték ma este is itt Marosvásárhelyen a Most vagy Sohát, ahogy az elmúlt hetekben sok-sok vetítésen. Nem felejtem el azt a kis videót, amit az egyik néző küldött nekem Kisgalambfalváról, egy kis székelyföldi településről 2 héttel ezelőtt, amikor a vetítés végén a stáblista alatt az emberek fölállva éneklik a himnuszt és a székely himnuszt. Tehát valami döbbenetes a fogadtatása a filmnek. Erdélyben eddig több mint 20 000-en látták a filmet, a vetítések pedig tovább folytatódnak. A forgalmazók további településekre is eljutatják az alkotást. A második világháború után létrejött és mindössze 3 évig működő Európai Iskola Művészcsoportnak emléket állító kiállítás nyílt Szentendrén. Vince Máté helyettes államtitkár azt mondta, érdemes visszanyúlni a történelmünkhöz, mert újabb és újabb tanulságul szolgálhat. Hozzátette, a tárlaton úgy mutatják be az egykori európai iskolát, ahogyan korábban még soha. Ha végignézzük ezt a fantasztikus, grandiózus tárlatot, akkor látjuk benne ugyanezt az összefogást, 40 intézmény, illetve gyűjtő összehangolt munkája, 3 éves megfeszített munka, és az európai iskolának egy olyan bemutatása, amire még soha Magyarországon és máshol sem a világban nem volt példa. Holnap folytatódnak a tűzszüneti egyeztetések Kairóban a Hamas és Izrael képviselői között, ezt mindkét fél, valamint az egyiptomi közvetítők is megerősítették. Közben az izraeli hadsereg egy újabb 20 holttestét találta meg a délgázai Hán Yunis közelében. A 47 éves áldozatot a Hamasszal szövetséges iszlám dzsihád fegyveresei tartották fogva a gázai övezetben.
Egy fegyverraktárat és nagy mennyiségű robbanószert semmisítettek meg az izraeli különleges erők a délgázai Han Yunisban. A hadsereg közölte, hogy a város határában hírszerzési információk alapján megtalálták az egyik izraeli túsz holttestét. A 47 éves Elad Kacirt a Hamasszal szövetséges iszlám dzsihád fegyveresei hurcolták el október 7-én a Níróz kibucból édesanyjával együtt. Az idős nőt a novemberi túszcsere keretében szabadon engedték. A dzsihadisták által elrabolt izraeliek közül 130-an még nem jutottak haza, azt sem tudni, hányan vannak még életben. Szombaton az amerikai légierő egyik szállítógépe újabb segélycsomagokat dobott le Gáza város közelében. Az ENSZ adatai szerint az övezet lakóinak legalább fele, több mint 1 millió ember éhezik, a legsúlyosabb helyzet a háború első heteiben lerombolt északi területeken alakult ki. A helyiek egymással dulakodva próbáltak hozzájutni egy-egy adag élelmiszerhez. Az életemet is odaadnám, hogy enni adjak a gyerekeimnek. Az egész családom éhezik, mutatta egy férfi a nehezen megszerzett ételadagokat. Izrael hamarosan megnyitja a lezárt övezet északi határán lévő erezi átkelőt a segélyszállítmányok előtt. Ezt az amerikai elnök és az izraeli kormányfő telefonbeszélgetése után jelentették be. Washington jelezte, hogy a gázai humanitárius helyzet kezelésétől teszi függővé a zsidó államnak nyújtott támogatást. Az izraeli hadsereg pénteken menesztette azt a két tisztet, akik hétfőn elrendelték az egyik külföldi segélyszervezet konvojára mért halálos dróncsapást. A nemzetközi felháborodást keltő ügyben indított vizsgálat megállapította, hogy a tisztek tévesen azonosították a célba vett járműveket. The IDF takes this incident. Az izraeli hadsereg nagyon komolyan veszi ezt az incidenst. Még elemezzük a tanulságokat, hogy elkerülhessük az ilyen helyzeteket, amelyek sajnos előfordulhatnak, ha olyan ellenség ellen küzdünk, amely a civilek közé vegyülve végez katonai tevékenységet, mondta péntek este a hadsereg szóvivője. Jeruzsálemben a biztonsági erők hajnalban könnygázzal oszlatták szét a Ramadán utolsó pénteki imájára összegyűlt palesztinokat. A hatóságok szerint a vallási szertartás végeztével a tömeg Izrael ellenes jelszavakat skandált, többen kövekkel és tűzijátékokkal dobálták meg a rendfenntartókat, 16 embert őrizetbe vettek. Közben az iráni vezérkari főnök ismét súlyos válaszcsapással fenyegette meg Izraelt a hétfői szíriai támadás miatt. Iszfahánban szombaton búcsúztatták el az iráni forradalmi gárda egyik magasrangú parancsnokát, aki a Damaszkuszban működő iráni konzulátus elleni légi csapásban halt meg. Teherán szerint a 16 halálos áldozatot követelő támadást az izraeli légierő hajtotta végre. Ezt Izrael hivatalosan nem ismerte el. Az iráni fenyegetés miatt az elmúlt napokban az Egyesült Államok is fokozta a térségben lévő amerikai külképviseletek védelmét. Tüntettek a fővárosban Magyar Péter szervezésében a Nemzeti Menet elnevezésű rendezvény résztvevői a Deák téren gyülekeztek, majd átvonultak a Kossuth térre. Ott Magyar Péter azt mondta, mától ők irányítják a Legyél a Változás Egyesületet. Beszédében többször is kiemelten említette a gyerekeket. A Fidesz szerint Magyar Péter a dollár baloldal új politikusa. Új barátnőjével az első sorból közvetlenül a Molino mögött indult el Magyar Péter az általa szervezett demonstráción szombat délután. A Kossuth téren Magyar Péter nagyjából 50 perces beszédet mondott. Lényegében ugyanazokat a gondolatokat ismételgette, amelyeket március 15-én. Közülük is kiemelte a gyermekeket. Engedjétek meg, hogy most szóljak néhány szót a legfontosabbról, a gyermekeinkről. Magyar Péter szerint csak a kiváltságosok gyerekei vannak biztonságban. A magyar gyerekek nincsenek biztonságban, kivéve a hatalmi elit csemetéit. Bezárt, hogy akkor most nem megyünk sem, és akkor ilyenkor így leült így a fotelba, és annyira szörnyű ez, mert annyira szürreális, hogy miért viselkedik így az ember férje, mert ott várnak ránk, menjünk, a gyerekek meg az ajtón kívül, hogy elkezdtem kiabálni, hogy gyerekek szabadítsatok, és akkor a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki. Minden gyerek emlékszik még erre a jelenetre. A gyerekek előtt zárna egy szobában. Igen. Hajdú Péternek adott korábbi interjújában Varga Judit arról beszélt, hogy Magyar Péterrel közös gyermekei milyen helyzeteknek voltak kitéve. Pedig az ő családjuk a Magyar Péter által szombaton megfogalmazott mérce szerint a hatalmi elithez tartozott. Szombati beszédéből az is kiderült, hogy Magyar Péternek nem csak a gyerekek, hanem mindenki fontos. A talpra magyarok közösségében nem számít, hogy valaki konzervatív,
polgári demokrata, nemzeti liberális, vagy éppen szociáldemokrata. Nem számít, hogy nő vagy férfi, idős vagy fiatal, egyedülálló vagy családos, hívő vagy ateista. Nálunk egy számít, ha valaki tenni akar a hazája, a gyermekeink és az unokáink biztonságos és élhető jövőjéért. A gondolat ismerős lehetett a beszédet hallgatók vagy a közélet iránt érdeklődők számára. 2022. februárjában lényegében ugyanezekkel a gondolatokkal kampányolt, majd később alapította meg mozgalmát a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter. A liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Magyar Péter baloldali politikus, a dollár baloldal új politikusa. Pontosan olyan, mint Márki-Zay Péter, és pontosan ugyanazok támogatják, akik Márki-Zay Pétert támogatták. Márki-Zay Péter itt is ugye párhuzam állítható, mert ő is létezett egy mozgalmat, ő is egy hosszú ideig, pár hónapig ugye a baloldalnak a megváltójaként jelent meg a nyilvánosságban, és ő is ugyanebből a szavazói táborból tudott kiharapni. Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője az M1-en arról beszélt, hogy magyar és Márki megjelenése és berobbanása a politikába meglepő hasonlóság. Mutat. 3 tizenéves fiatal meghalt, 8-an pedig megsebesültek egy buszbalesetben a felvidéki Szepesvár alján. A tragédia akkor történt, amikor egy parkoló autóbusz hirtelen megindult és elgázolta az előtt állókat. A fiatalok egy katolikus ifjúsági találkozóra utaztak, amit a történtek miatt nem tartanak meg. Légi úton szállították a szepesváraljai tragédiában megsebesült gyermekeket a kassai kórházba. 2 helikopter és 4 mentőautó érkezett a Lőcsei járás városába, hogy a sérülteket minél hamarabb ellássák. A tragédia nem sokkal reggel 8 óra előtt történt, amikor egy parkoló autóbusz, nem tudni miért, megindult és az előtte tartózkodó fiatalokat maga alá gyűrte. Szlovákiai média jelentések szerint a sofőr nem húzta be a kéziféket. A baleset helyszínére utazott a belügyminiszter is. Ma 3 fiatal lány élete veszett el, 3 fiatalé, akik egy keresztény rendezvényre tartottak Szepesvár alján. Egy keresztény rendezvényre mentek, hogy ünnepeljenek, de ünneplés helyett útjuk tragédiával ért véget, közölte a belügyminiszter. Matus Sutai Estok arról is beszámolt, hogy a 8 sebesült egyike, egy fiatal lány válságos állapotban van. Az életért küzdenek a kassai kórház orvosai. A katolikus ifjúsági találkozóra mintegy 1600 fiatalt és 40 autóbuszt vártak. A szervezők a tragédia miatt lemondták a rendezvényt. Több ezer embert kellett kitelepíteni az oroszországi Urál-hegységben, miután átszakadt egy gát. Orenburg és Orszk város térségében mintegy 2600 lakóépületet öntött el a víz, 47 hidat és 106 útszakaszt lezártak, 12 településen megszakadt az áramszolgáltatás, és fennakadások vannak az ivóvízellátásban is. Az Urál folyó vízszintje néhány óra alatt csaknem 3 métert emelkedett, és jelentősen meghaladja a kritikus szintet. A katasztrófaelhárítás több száz munkatársát vonták be a mentésbe. Kotrógépek és kamionok hordták a földet az oroszországi Orszkban, miután péntek este 2 helyen is átszakadt a város egyik duzzasztó gátja. A beszámolók szerint az Ural folyón álló földgáton több mint 30 nehézgéppel küzdöttek, hogy betömjék a réseket. Közben a rendkívüli helyzetek minisztériumának dolgozói házról házra járva figyelmeztették az embereket a közelgő áradásra. Hagyják el a házat, a víz már a küszöbükön áll, szólította fel a lakosokat egy mentőmunkás. A kazak határnál fekvő 230 ezer lakosú település Orenburg megye második legnagyobb városa. Tavasszal az Urál-hegységből lefolyó olvadhó minden évben jelentősen megnöveli a környékbeli folyók vízhozamát. Az orosz hatóságok több mint 1000 katasztrófa elhárítót vezényeltek a helyszínre, és megkezdték a település óvárosának kitelepítését. Az itt élők közül többen is arról beszéltek, már megbánták, hogy kezdetben nem működtek együtt a hatóságokkal. Reggel mi bolondok még nem akartunk elmenni, aztán jött a víz, és már kérjük, hogy segítsenek, mondta egy árvízkárosult. Tegnap még azt gondoltuk, hogy az ár majd valahogy elkerül minket, aztán reggel láttuk, hogy a víz már térdig ér, mondta egy nő. A közösségi médiátnak közben sokkoló felvételek lepték el. Az Ural vízállása ugyanis a gátszakadást követő órákban a kritikusnak tekintett szintet jelentősen meghaladva több mint 4 métert emelkedett.
A vízszint gyors ütemben nő, miközben egységeink a lakosság kitelepítésén dolgoznak. A munkához a szomszédos Perm megyei hatóságok is csatlakoztak, ők készítik elő a mentőcsónakokat, mondta az orenburgi katasztrófavédelem szóvivője. Orenburg megye vezetése szükségállapotot rendelt el, a kormányzó pedig délután a veszélyeztetett zónák azonnali elhagyására szólította fel a lakosságot. Orszk óvárosa szombaton már szinte teljesen víz alá került, az elárasztott házak számát több ezerre becsülik. A város vezetése elővigyázatosságból úgy döntött, hogy az árvíz sújtotta város részekben kikapcsolják az áramszolgáltatást. A megyei ügyészség szerint a gátszakadást a karbantartás hiánya okozta. Földrengés rázta meg az Egyesült Államok sűrűn lakott északkeleti partvidékét, New York és Philadelphia környékét. Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés, de a biztonság kedvéért a hidakat, a felüljárókat, az alagutakat, valamint a kifutópályákat is átvizsgálták a térségben. Egy New Yorki fodrásznál kénytelenek voltak félbehagyni a hajvágást. Az amerikai nagyvárost ugyanis 4,8-as erősségű földrengés rázta meg pénteken. A földmozgást az Egyesült Államok keleti partvidékének jelentős részén érezni lehetett. A rengés epicentrum a New York közelében, a New Jersey állambeli Tewksbury-ben volt. Az első rengés csaknem 5 kilométeres mélységből indult, és 4 utórengés követte, köztük egy 4-es erősségű. New Yorkban nincs minden nap földrengés. Tudjuk, hogy ez traumatikus hatással lehetett önökre. De mi készen állunk a váratlan eseményekre. Ez New York, és mi ennek megfelelően reagálunk, mondta a város polgármestere. A New Yorkiak a telefonjaikra kaptak értesítést a földrengésről. Igaz, sokaknál csak 30 perccel a rengés után jelent meg a riasztás. A metrón ültünk, amikor megkaptuk az értesítést, de mi nem éreztünk belőle semmit. Aztán hívott a feleségem, ő egy belvárosi hotelben volt a 43. emeleten. Olyan magasságban egy kicsit jobban lehetett érezni, mondta egy ausztrál turista. Az ENSZ biztonsági tanácsának üléstermében is érezhető volt a rengés. A gázai övezetről folytatott tárgyalást így pár percre felfüggesztették. A földrengésnek nincsenek áldozatai és sérültjei, és komolyabb kár is csak az epicentrum közelében keletkezett. Egy az amerikai polgárháború idejéből fennmaradt malom omlott össze. A közelben élők azonban azt mondták, a rengésnek nagyon ijesztő hangja volt. Otthon voltunk, én a számítógépemmel dolgoztam. Ekkor hallottam a leghangosabb robajt és recsenést az életemben, mintha félbetört volna a ház. Kiszaladtam az udvarra, de azután mást már nem tapasztaltam, mondta egy New Jersey nő. Az M1 washingtoni tudósítója azt mondta, a földrengés első hulláma a keleti part jelentős részén érezhető volt. A 4,8-es erősségű földrengés egyébként itt az országnak ezen a részén, New York környékén rendkívül ritka, legutóbb 140 éve jegyeztek fel hasonló erősségűt. Joe Biden amerikai elnök a földrengés után azt mondta, szükség esetén szövetségi források is rendelkezésre állnak a helyreállításra. Beszéltem New Jersey kormányzójával a rengésről, elmondta, hogy urai a helyzetnek. Nem aggódott miatta túlságosan, szóval minden rendben van, mondta az amerikai elnök. Az Egyesült Államok Földtani Intézete szerint a következő napokban további utórengések várhatók, amelyek között olyan erősségű is lehet, mint az első földmozgás. Továbbra is kutatnak a túlélők után Tajvanon a szerdai földrengés után. Egyre kisebb azonban az esélye, hogy élve találnak meg valakit a romok alatt. A katasztrófának 12 halálos áldozata van, de még 10-nél is több embert keresnek. Sziklaomásokon és patakokon átkelve kutatnak a túlélők után a tajvani hadsereg mentőegységei, az ország egyik közkedvelt turisztikai övezetében. A hatóságok további földcsuszamás és sziklaomás kockázata mellett folytatják a kutatási és mentési munkákat a Tarukó Nemzeti Parkban, ahol pénteken 2 holttestet találtak. Az eddig megtalált áldozatok közül többet még nem tudtak azonosítani, több mint 10 embert pedig még mindig eltűntként tartanak számon a hatóságok. Közben a lakott területeken már elkezdődött a romok eltakarítása. A katasztrófában több mint 200 épület rongálódott meg, és mintegy 150 ember tartózkodik átmeneti szálláshelyeken. A rossz állapotú megrongálódott házakba sokan félnek visszatérni. Az épület, amelyben lakom, szinte az egyik oldalára dőlt, így teljesen lakhatatlan. Ha további erős utórengések lesznek, akkor fennáll a veszélye, hogy teljesen összeomlik, mondta egy férfi. A 7,2-es erősségű földrengés egy ünnepi hétvége előtt sújtott le Tajvanra, szerdán, amikor a helyiek a hagyományokhoz híven ellátogatnak a szülőhelyükre, őseik sírjához.
Az elmúlt 25 év legerősebb földmozgását már legkevesebb 300 kisebb utórengés követte. A híradót látták este 7:30-tól, további híreinket megtalálják weboldalunkon és a híradó.hu-n. A folytatásban jön a Nemzeti Sport Híradó, Dedecsik Ferenc már várja önöket.